Régi nyílászárók, hőszigetelés nélküli falak. Így néz ki jelenleg kívülről az Aranyi Sándor úti bölcsöde. Az intézményben azonban hamarosan felújítás kezdődik, melynek keretében nyílászárócsere, hő- és tetőszigetelés, illetve napelemek felszerelése valósul meg. A rekonstrukcióval az önkormányzat célja a férőhelyek növelése is. Az energetikai felújítás mellett egy létszámbővítést is hoz, mintegy 209 fő lesz a bölcsöde befogadó képessége. Ez egy 48 millió forintos 100%-ban állami támogatott felújítás lesz. Ezzel szeretnénk innen a Széchenyi a férőhelyeket bővíteni. Kamerával megfigyelt terület. A város számos pontján találkozhatnak hasonló felhívásokkal a járókelők. Szolnokon 10 éve üzemel térfigyelő rendszer, melynek működési tapasztalatairól is beszámolt a Városfejlesztési Bizottság. A rendszer központja a Városi Rendőrkapitányság, ahol 85 mozgatható és zoomolható kamerát irányítanak, valamint figyelnek. Szokás szerint minden évben megnézzük a működését. Idén is megtörtént. Az első 1-5 hónapban mintegy 38 közlekedésrendészeti eljárás indult ezekbe, de emellett baleseteknél és különböző bűncselekményeknél is nagy segítséget nyújt, mert visszakereshető és bizonyítékként csatolható. A kameráknak köszönhetően az elmúlt években az illegális hulladéklerakás is csökkent a városban, illetve vannak olyan területek, ahol teljesen meg is szűnt. A 2008 óta működő rendszer kameráit a hatékonyság miatt rendszeresen ellenőrzik és cserélik.